A kuriózumok mellett a 60-iak szeretik az egyéni utazással elérhető üdülőhelyeket, leginkább Olaszország adriai szakaszát és természetesen Horvátországot. A tapasztalatok szerint minden korosztály tervez utazást a nyára itthon vagy külföldön. Nagyon nagy létszámban jelentkezgetnek, és rendszeresen megszokott nyári programmá válik a dolgozó fiatalok körében az utazás. Nagyon sok olyan ügyfél van, aki a környező nagy üzemekbe, gyárakba dolgozik. Ők folyamatosan minden évben el szoktak utazni valahová, nagy családosok inkább a belföldi utakat választják. A belföldi úti célok közül a Balaton és a természetes vizek mellett található üdülőhelyek a közkedveltek. Az utazókedvű 60-iak közül az idősebbek a körutazásokat, városlátogatásokat, míg a fiatalabbak nagy része a last minute utakat keresi. Az alapszabályok azonban az idén sem változtak. Azért legyen gyanús mindenkinek az, hogyha valami árérték arányban nagyon-nagyon olcsó. Tehát 20-30 ezer forintos repülős utakat, ha valaki lát, akkor jusson eszébe, hogy minden évben sajnos szokásos, hogy becsődöl egy-egy utazás szervező. Tehát azért nézzen utána, ezt mindenütt hallani, ugye, de nézzen utána, hogy bejegyzett irodával utazzon, illetve figyeljen arra, hogy a szolgáltatások árérték aránya megfelelő legyen. Egyre gyakoribbak a 60-i felszállással igénybe vehető utak, főleg az Isztriai félszigetre. Ennek kapcsán azonban nem győzik felhívni az utasok figyelmét arra, hogy Horvátországban a part nagy része aprókavicsos. Törökország a júniusi előszezonban már 50 ezer forint körüli összegtől elérhető szállodai elhelyezéssel. A Balatonon a tavalyihoz képest nem emelkedtek az árak, itt is mindenki megtalálhatja az igényeinek és pénztárcájának megfelelő ajánlatot. Az északi parton mondjuk Füred és környéke a retrósabb, tehát ott a kicsit élelmedettebb korúak szoktak kulturális programokon, ott folyamatosan van azért mindenféle fesztivál és színházi estek lenni, a Siófok és környéke pedig a fiatalok paradicsoma, ott aztán folynak a bulik folyamatosan. Ha külföldre indulunk, semmiképpen sem felejtsük el a biztosítást megkötni. A szakértő szerint erre a 60-iak szerencsére különösen odafigyelnek. Voltak itt azért olyan dolgok a városban, amik elterjedtek, egy-egy városlakó vagy környéki személlyel történtek olyan problémák, hogy betegség jött közbe külföldi tartózkodása alatt, és emiatt több százezres kórházi számlába is belefuthat az ember. Tehát igen fontos, hogy legyen az a biztosításra költött összeg kidobott pénz, és ne legyen semmi baja az utasnak, de hogyha valami baja van, akkor legyen ott a segítség, és akkor 15 millióig fizeti a kórházi ellátást a biztosítás, ugyanis az Európai Uniós kártya az egy fontos és jó dolog, de tudnunk kell, hogy csak állami intézményekben, gyógyintézményekben nyújt fedezetet a költségekre. A legtöbb nyaralóhelyen vagy annak közelében nincsenek állami egészségügyi ellátóintézmények. Így például, akit valamelyik görög szigeten ér baleset vagy betegség miatt kénytelen orvoshoz fordulni, a szükséges ellátást csak magánkórházakban tudják nyújtani számára. Biztosítás hiányában azonban egy kis betegség is komoly anyagi terhet jelenthet. Ha autóval indulunk útnak, akkor a személyautó kötelező biztosításának érvényességét igazoló zöld kártyát feltétlenül váltsuk ki, és bár nem kötelező, a félreértések kiküszöbölése érdekében nem árt, ha rendelkezünk nemzetközi jogosítvánnyal. Ez utóbbit leginkább az uniós határokon kívül eső országokban kérhetik tőlünk. Nem árt tehát alaposan felkészülni a nyári utazásra, legyen az úti cél belföldön vagy külhonban, a kellő körültekintés biztosan meghálálja magát.